Az A37 Galéria nevébe sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy sok ismerős arcot látok itt, az előző előadásainkban is itt voltak. És külön örülök annak, hogy ezt a tavaszt választották, ami most itt a Vászon és Apmai Tamás előadásában gondolkozik ki és jelenik meg, hiszen most tele van most színekkel, illatokkal, épp arra beszélgetünk Apmai Tamással, hogy most mindenki már kifele kívánkozik ebbe a jó időbe. Nagyon örülünkre szolgál, hogy ennyien kíváncsiak arra, hogy a primavera, változtatási művészete hogyan alakult az előzmények után. Ez a harmadik előadása az egy évezred Európában művészettörténeti sorozatnak. Én is nagyon kíváncsian várom, hogy a megpróbált nyelv után hogyan újjázik, hogyan színesedik, hogyan virágzik a reneszánsz művészetei tárgyában. Fogadják szeretettel előadókat, Dr. Apmai Tamást. Köszönöm szépen! Kedves ismerősökként köszönhetjük már egymást, de harmadízben találkozunk, és hát az európai történelem mindenképpen önazonosságú történetének néhány pillérét vizsgáltuk meg. Ezt csak azért hangsúlyozom, mert olyan jó emlegetni zivataros és konfliktusos helyzetekben azt, hogy az európai embernek van mire támaszkodnia akkor, hogyha bajban van. Az európai embernek van módja visszahivatkozni elődeinek, európai elődeinek teljesítményeire. Az európai ember hihetetlen mélységű, saját tapasztalattal rendelkezik, a tekintetben, hogy visszamenőleg 1000 évvel milyen vele azonos szemléletű kreációk jöhettek létre, és a művészet nagyon pontosan közvetíti azt az alkotó képességet, amivel mi magunk 1000 évvel ezelőtt rendelkeztünk. Az európai embernek ez egy nagy bizalma és nagy ereje, nagy tartaléka, a múltja. Valószínűleg valamennyien átérezték meg, hogy izgalmas helyzetekben segíteni rajtunk önmagunk múltja. És nagyon érdekes, hogy a múltunk a maga periódusaival, döntően kulturális periódusaival izgalmasan képezi le talán az emberiség fejlődésének, talán a természet fejlődésének a fázisait is. Ha a reneszánszról van szó, akkor talán most így tavasztály nem erőltetett felemlíteni az emberiség történetének azt a korszakát, amely a sötét és hosszantartó középkor után valamiféle reményt ébresztett mindenkibe, aki hajlandó volt tenni önmagáért, aki hajlandó volt a törvényt tudomásul venni, aki hajlandó volt újítani önmaga viszonyain, aki kooperációba tudott kerülni társaival, aki meghatározta a kereteit, a határait, a kerítéseit, de ugyanakkor meghatározta a kapuk helyét is, ahol az átjárás gondtalanul megtörténhet. A reneszánsz második nagy periódusa a 15. század, vagyis az 1400-as évek, az olaszoknál tényleg a Quattrocentót szoktuk emlegetni, az az időszak, amelyben egy ilyen nagy integráció, szellemi integráció következik be, és ezt csak azért mondom, mert a középkor századaiban a középkori gondolkodás sajátságos, aszketikus világállapotok nemigen engedték meg, hogy történetileg visszatekintsen az ember. Ha ki olvasta az Umberto Eco-nak a könyvét, a Rózsa regényét, az talán emlékszik arra, hogy a könyv, a klasszikus szerzőket mind befalaszták könyvtárakba, ez volt a jobb eset. Eltűntek a klasszikus szerzők, az egyetemes világ megismerésének azok a forrásai, amelyek mondjuk az időszámítás előtti 4., 5. században vagy 3. században születtek meg, ezek mind eltűntek a középkori ember szem elől. És a középkor elmúltával kinyílnak a könyvtárak, a befalazott kapukat felszabadítják, bemegyünk, az irattekercseket megnézzük, különös nyelveken íródtak,
megtanuljuk ezeket a nyelveket, újra tanuljuk ezeket a nyelveket, a görögöt, a szanszkritot, megtanulunk arabul is újra, és megint közel vagyunk az arabokhoz, ismerni fogjuk a nyelvüket, és ismerni fogjuk a matematikájukat, és a geometriájukat, és a kozmogóniai nézeteiket. Fölszabadulnak a könyvtárak, de elkezdünk olvasni sok-sok nyelven, ami mind Európán kívüli nyelv, de elkezdjük tisztelni az európai nyelveket is, költői versenyekbe bonyolódunk, és versenyez egymással a provanszál, a latin, a spanyol és a latinból kialakuló itáliai nyelv. És hát, ha a magyar történelemre visszanézünk, nincs okunk szomorúsága, hiszen Szent István korában gyakorlatilag teljesen felismerhető lingvisztikai egységekben a magyar nyelven írtak és beszéltek. És a szókincse a Szent István kora emberének lényegében teljesen ismeretes a mi számunkra is. Ez egy angol nem feltétlenül mondhatja el. Egy mai angol Shakespeare nyelvével nem nagyon tud mit kezdeni. És nagyon nehéz fordítani. Magyar nyelv másképpen van. Na most csak a lényeg az volna, hogy egy valódi tavasz következik az emberiség kulturális történetében. Az egyetemes történelemben, és hát ugye az első alkalommal én beszéltem arról, hogy minden sajnálatosan az európai kultúrákról élünk, de az európai történelemben hosszú időn keresztül nem jut figyelem, hát miért is jutna, és hogyan, és miért, és egyáltalán ez fölösleges kérdés, a tengeren túli térségekre. Tehát a kommunikációnak, a mozgásnak a lehetőségei korlátozottak, kis, apró, elenyésző számú felfedező, aki bejárja a világtengereket, de csillagászati ismeretek, földrajzi ismeretek hiányába gyakorta nem is tudják leírni, hogy merre jártak. Ma felfedeztünk már egy-két krónikát, tudjuk a vikingek merre jártak, tudjuk, hogy vannak ilyen világvándor népek. Ezek bizonyára sok területet bejártak, de nem volt tudomásuk arról, hogy mit is. Alapvetően nem a kontinentális átjárókat dolgozták ki, hanem tengerparti hajózást csináltak. A navigációjuk alapvetően a partokra irányult, és ez mondjuk jellemző volt a Magna Grécia korszakára is, ami hát az európai civilizáció szempontjából az első nagy meghatározó civilizációs időszak volt. Ugye a görög kultúra keletre és nyugatra való kitágulása. Nagy Sándor idején eljutunk Indiáig, Pandzsábi, és a sztúpák, az indiai sztúpák falán, bár a különös politeista indiai vallás jelenetei láthatóak, de a figurációjuk az kísértetésen emlékeztet az athéni Parthenon frízére, a görög kultúra a maga formáiban eljut még Pandzsábig is, ugye a Nagy Sándor módításainak a nyomán. És ugyanez a nyugati irányba a tengerparti hajózás lehetővé teszi, és ezért Magna Grécia, az akkori világbirodalom neve, eljutnak egészen a spanyol partok, nagyon szép, gazdag görög gyarmatvárosok születnek, és a homéroszi földrajztudomány, van egy ilyen tudomány is már, ami követi a homéroszi, tehát a trójai háború történetének és Odysseus utazásainak az állomásai, fölfedezi és leírja azt, hogy hát amikor Alkínosz királynál, Odysseus ugye a fajákok királylányát szerelembe esik a Nausikával, és mesél nagyokat a trójai háború meg a kalandjairól, akkor hol is volt? És ma már tudjuk, hogy ez valahol Dél-Itáliában, valahol Nápoly alatt, a Salernói öbölben, talán valahol ottan volt, és hát mellesleg ugye a Pestum nevezetű város az egyik legrégebbi klasszikus görög gyarmatváros, valószínűleg megfordulhatott ott, Ithak a királya is, tehát Odysseus is. Mindezt csak azért mondom el, hogy az európai kultúrának területileg és földrajzilag is
óriási határai vannak. Felszippantott mindent az európai kultúra, amit észre se vesszük, de a műalkotásokban nagyon sokszor látjuk ezeket a sokszor misztikus és különös magyarázatokkal látják el őket, de egészen bizonyosan benne van a nézetrendszerükben mindaz, amit a keleti szférát, a nyugati szférát, a déli, afrikai, északi és a mediterrán szférát csak megfogalmaztak. A múlt alkalommal mi az ébredés pillanatait próbáltuk kilesni, és hát érzékeltük azt, hogy a világ próbára teszi a művészetet. És hát a Fra Angelicót úgy idéztem be én a múlt alkalommal, hogy elő 15. századi mester, a firenzei Szent Márk kolostornak volt a beljele, aki ugye a rendtársainak szépen kitestette a celláit, de úgy vetítettem a múlt alkalommal, hogy ő már aztán botanikus kertet fest, ő nála már madarak szállnak az égen, ő már megpróbál igazi emóciókat ráültetni az emberek arcára, igazi emberi választási helyzet, ne érints meg engem, mondá az asszonynak az út története, de alapvetően mi ebben a nagyon szigorúan a bizánci hagyomány megváltozhatatlan hangulatában fogalmazott képekkel képeivel foglalkoztunk döntően, mint a Simone Martini angyala. Találkoztunk az első polgári típusú reprezentációval is, a Vigoricsoda Folyánóval, Siénából, a Siénai Városházából, ahol talán emlékeznek még a jó és a rossz kormányzásnak is az allegóriáját felidéztük. Elkezd foglalkozni az ember önmagával, az önkormányzatával, hogyan szabályozza, építi, működteti önmaga környezetét, világát, a közösségben való élés szabályaival, szépségével és jóságával és rosszaságával. De valami bekövetkezik aztán így a 14. század végén, tehát az 1300-as évek végén, és a Vigoricsoda Folyánót, az előbb láttuk ezt a lovagot és a megfogalmazását, és hát látjuk, hogy meglehetősen gyermetek az előadásmód, a perspektíva szabályai egészen különösen érvényesülnek. Tehát az építészetben az axonometrikus, kicsit geometrikus, elvont fogalmazás, amit itt látunk, nem a természetszerű, vagy a természetesen megjelenő architektúrát jelenti. Ja, visszafelünk. Hanem itt a 1400-as évek legelején találkozunk például egy festménnyel, ez csak egy részlet, a Lókedvér választottam én ki, a Gentile da Fabriano-nak jön majd így a nagy festmény is, egy ilyen a királyok imádása festmény. Ez egy részlete a háttérben, emberek nagy színességben, egy hatalmas agár társaságában, gyönyörű ruhákban, gesztikulálva, felemelt fejjel, nagyon különösen és nehezen tudja megfogalmazni a festő még a felemelt feje, de óriási színességben, a gazdag, szépséges, illatokkal teli, színekkel teli világ jelenik meg a számunkra, de hát az Uffiziban van ez a Gentile da Fabriano, ahol gondolom, hogy a patchworkkel foglalkozó itt lévők, vagy kézimunkák és kelnék iránt érdeklődők a legnagyobb gyönyörűséggel nézik ezt a képet, mert amit a kelnék mintázatában elő van adva, az több mint keleti. Az olyan színpompás, és olyan változatosan és gazdagon megcsinál mustra, pontosan olyan színes, mint az emberek világa. Minden ember egy kis ornamens része, és minden ornamens egy kelmének a része. És hát nem sikkad el persze a tekintetünk előtt az, hogy a jelenet végeredményben a kis Jézus születése utáni köszöntésről szól. Jönnek a királyok, de micsoda királyok? Pompás, nemes emberek, gyönyörű ruházatokban, ékszerekkel. Minden, ami az élet szépségét jelenti, ezen a képen már ott van, pont 100 évvel, ez volt egyébként az uralkodó szempont a számomra, 100 évvel az előbb látott Vigoricsoda Folyánó után következett ez a kép, és ennek mélysége van.
ebben nagyon-nagyon sok dinamikus, hangolt, majdnem azt is mondhatnám, hogy melódikus szempontból összerakott apróság jelentkezik. És a részleteket, ha így megnézzük, akkor így feltárul előttünk az zarándoklat, ami feltehetően egy képzeletbeli zarándoklat, de a falaton kívül, az istálon kívül a világ megmozdul, és hatalmas seregek három királlyal, de vonulnak be Betlehem városába, mert ott született a kis Jézus, és megmozdul az egész világ, és kinyílnak a kertek, és virágzanak a fák, és minden pompázatos lesz. A kicsi részletek is erről beszélnek. Ugye a központi figura nagyon mélyen és differenciáltan elrendezett térről van szó. A festő találkozott a valósággal. A festő képes arra, hogy a valóság emberi érzékekkel lekapogatható tulajdonságait visszaadja. Úgy léptékben, tárgyakban, színben, mint a színek valójaiban, a változataiban. Nagyon-nagyon változatos, finom kép 1428-ból, és hát ugye a Predella, ugye Alamira, egy ilyen miniatúra igényel, de ott vannak a menekülés Egyiptomba, stb. Az elkövetkezendő idő jelenetei, ami hát a mágusok a király imádása utáni jelenet után következik. De hát itt van még egyszer ez a kép, és érzékeljük, hogy a 100 év elképesztő ismeretet hozott, mennyiségű ismeretet hozott, és miért beszélünk mi Itáliáról? Azért, mert az ismeretek ilyen típusú felhalmozásában, koncentrálásában Itália járt élen. A művészet történetében, de talán ez a technika történetében is egy kicsit így van, Itália mindenképpen primás szerepet játszik ebben az időben, és érdemes nekünk a legizgalmasabb, legösszetettebb formációkat megvizsgálni, mert innen sokkal egyszerűbb megérteni mondjuk az európai történéseket, az európai eseményeket. A vízivataros történetünkben ez a Zsigmond korával azonos időszak, találkozunk majd Ozorai Pipóval is, aki hát itáliai eredetű, mindjárt összetalálkozunk vele, de nagyon vékony a szál, és esetleges a szál, ami az akkori Európa legmagasabb rendű kulturális minőségével Magyarországot összekötheti. De beszéljünk egy kicsit magáról erről a fejlődésről. Jól ismert műemlék, római műemlék, a Pantheon, Hadrianus császár tervei alapján épült, mindenki tudja, mindenki ismeri, nyitott nagy belső mennyezete van. De azt is tudjuk, hogy az újkori tudomány történetében az az időszak, amikor a pogány templomból igazi keresztény kultuszhely lesz, összefügg már az 1400-as éveknek a természettudományos gondolkodásával és a történelem megismerésével. Az ember ugyanis nem ismerte a történetét. Tulajdonképpen ugye az írástudás eleve korlátokat szab a tudásnak, meg az olvasni tudás. És most itt elkezdünk olvasni és írni, és feltárul előttünk az európai és az Európa melletti történelem, és ezt szerzetesek csinálják, szerzetesek, akik matematikusok és geométerek és ilyesmi, és ezeknek a hatása mindenképpen ott lesz majd abban a folyamatban, amely az antik emlékeket átalakítja. De hogy milyen nehéz pontosan és nagyon gyorsan eljutni ezekhez az emberekhez, ezt az éli át igazán, aki utazik és itt a Firenzében jár kell, és látni fogja, hogy egymással lopolódnak a teljesítmények, és milyen nagyon nehéz egyszerű és tiszta vonalakat találni benne. És én magam próbálnám a valóságnak ezt a nagyon különösen rendezett és alig észrevehetően struktúrált jellegét itt az előadásban is érzékeltetni. Mert van egy Lorenzo Ghiberti nevezetű ötvös mester, aki például csak ötvös, de pályázatot ad be a firenzei Battistérónak, a Santa Maria dei Fiore templom előtt lévő keresztelő kápolnának az egyik bronz kapujára. Nincs gátlás benne, a mai légküszöbe valahol nagyon látens,
ezek mindenre vállalkoztak ezek az emberek. És ha kellett, ötvös mester, aki egyébként násvágat vagy kösönyküket csinál szakmányba, de ha egyszer kell egy dolgot csinálni, keresztelő Szent Jánosnak mondjuk egy magtárból éppen templommá, keresztény templommá átalakított házban, akkor csináljunk szobrot, és ne kivág is, szobrot csinál, és hát az antik filozófus előjön, és ebben már semmi középkori bambaság nincs, és semmi elnagyoltság nincs, ez a kis ötvös csinál ilyeneket, aztán megnyeri az egyik korai bronzkaput 1403-ban, és a Firenze Batisteróban, ugye az északi kaput lehet látni, most a Porta del Paradiso az egy későbbi kapuja lesz, az 1427-től készül majd le, most éppen építik és restaurálják, de azt is meg fogja csinálni. És én csak azért vetítem ezeket a képeket, mert látjuk belőle, hogy a mindennapi élet minden vonatkozásával, a versennyel, amellyel a világ a jobb teljesítmények és a hatékonyabb megoldások felé eljut, kibékülnek. És nagyon nagy érdekes verseny kerekedik az akkori ötvösök között is. És a Firenze az 1400-as évek legelején két jelentékeny ötvösmesterről híres, az előbb említett Lorenzo Ghibertiről, aki egyébként a művészet történet forrásai közül az egyik legklasszikusabb itáliai forrást fogalmazta meg, a kommentárokat, i kommentárii. Kommentárokat, ami hát az esztétikai tudomány történetének is egy korszakos műve lesz, és akkor eszébe jut az embernek az, hogy van egy szó a készletünkben, úgy hangzik, hogy uomo universale, az egyetemes kapacitású, tehetségű emberek. Az égen világon minden érdekelte őket, és mindenben, hogyha érdekelte, elakadtak, és ha elakadtak benne, akkor foglalkoztak vele. És ennek nyoma van. És a kommentárok elképesztő méretű és részletgazdag feldolgozását adják a 15. század Firenze és Firenze körül, tehát a toszkánai kulturális életnek. És nem volt nehéz dolga a Giorgio Vasarinak, aki majd ugye Michelangelo kortársa 100 évvel később összeszedi ezeket az emlékeket, és egymásra rakja őket, és megjelenteti a vitákat, a più eccellenti pittoris culturae d'architetti, a szobrászok testétől a più eccellenti, a excellent. És összeszedi, és így ekkora kötetet csinál ezeknek a kismestereknek, akik mellékesen kommentárokat írtak mindenféle dolgokról a jóvoltából. De messze vagyunk, Ámbától nem vagyunk messze, mert a firenzei főszékesegyháznak mondjuk a kupoláját is a Giorgio Vasari festette, arról nem is szólva, hogy az Uffizi múzeumnak az alapépületét, ami hát a városi illatalapok befogadását szolgáltalom, azt is ő tervezte. De fogunk ezekkel találkozni még. Mindenesetre a másik ötvös mesterrel foglalkozunk, mert ő meg a Filippo Brunelleschi. Ugye itt a Porta del Paradisot Michelangelo nevezte a Vasari szerint ezt a Battistiero bronzkaput a paradicsom kapujának, mert itt tehát 8 nagy jelenetben az Ótestamentum történeteit dolgozza fel, nem tudom, hogy fogok még mutatni képet erről, dolgozza fel Ghiberti, ez egy késői munkája, tehát az első ilyen gótikus keretekben van még, ahol nem is foglalkoztunk sokat, ott volt egy utolsó vacsora kép, hanem ezzel érdemes foglalkozni, mert a művészet és az ótestamentumi figurát, Salamon és Sába találkozása és a megfogalmazás, ugye az egésznek a magassága 3 cm. Tehát képzeljük el, hogy bronzlemezben, tehát egy ilyen 80 centiszer, 60 centis bronzfelületen, 3 centis magasságban a térnek ilyen differenciált rendjét megvalósítottak, ötvös. Az ötvös hozzászokott arra, hogy kicsi méretekben nagyon sokféle térbeli kiterjedést meg kell fogalmaznia. De Firenze története szempontjából nagyon érdekes, amit itt csinál, mert ótestamentumi időkbe vetíti vissza Firenze város és gazdasági politikájának fő vonalait és stratégiai tendenciáit.
azt is mondhatnánk, hogy a stratégiai menedzsmentje Firenzének talál a Medici korszakban egy olyan propaganda eszközt, mint amilyen a művészet volt. Megegyezni mindenkivel, a nagyhatalmak egyezzenek meg, tárgyaljanak, vezérek jöjjenek, és Salamon és Sáva tökéletes érdekellentét az ótestamentumi szituációban. De találkoznak egymással és békét kötnek. Föl tudnak tűnni majd ilyen jelenetek még, de közben azért megjelennek az élet ismeretének és az élet élvezetének olyan apróságai, noha Káin gyilkossága az apropója a mesének, az irodalmi alapanyaga, ugye a Bibliának a bűnbeesés folyamatát alátámasztja egyik jelenete. De amint itt látható, a Föld már benépesült, és pásztorok vannak, és fonónők, és mások, és áldozatot hoznak, a távolban is erdők vannak, és szántóvető van, aki szántja a földjét, és gazdag, és hiteles, és reális, elhitető erővel rendelkező alkotás ez. Vagy hát az ember teremtése jelenet. Megint ez a három centis mélység, tehát nagyon-nagyon furcsán lenyűgöző esemény, amivel találkozik itt az ember a Giberti kapuján az ötvös jelenetet, Jézus megkeresztelése. Hanem a másik ötvösről, a Filippo Brunelleschiről is kell szólni, aki egy adott pillanatban a Pantheon belsejéről van szó, láttuk az előbb ezt a Hadrianus-féle főtemplomot, de azt mondja a rómaiaknak, hogy nekem van egy higgadt ötletem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a mi manieránk szerint, a maniera moderna szerint lakályosabbá tenni. És a firenzei kis ötvösmester tesz egy javaslatot, ezeket a márvány inkrusztrációkat jól ismeri már, mert a Giotto di Bondone, a firenzei főszékesegyháznak a teljes testét, óriási területet beborította már zöld és fehér márványlapokkal. Ezt a Giberti, akivel találkozunk Assisiben, meg a pádovai templomban a Jézus és Mária történeteiben. Tehát a Filippo Brunelleschi javaslatot tesz a Pantheon átépítésére, és tulajdonképpen 100 év alatt egy ilyen gyönyörű, higgadt, a klasszikus eszményeket, nincs ebben gótika, nincs ebben semmi középkorias aránytalanság és elrajzoltság, tökéletes, tiszta arányok, abszolút görög aritmetika, ami itt megmutatkozik. Megjelenik az az igazság, a keresztény igazság mellett, amit a görögök úgy mondtak, hogy anthropos panton metron, mindennek a mértéke az ember. És ezt nem a kereszténységen keresztül, hanem az antikvitás felfedezésén keresztül vezették be az európai kultúrába. A kereszténység befogadta ezt, mert már be tudta fogadni. A skolasztika előkészítette Krisztus földi létének elfogadását. Krisztus nem misztikus és irracionális, metafizikai létező, hanem ember. Emberként itt töltött közöttünk 30 évet, és emberként élt, és emberként halt meg. Az Isten itt van közöttetek, és ti Isten vagytok, és Isten ti vagytok. A reneszánsz ezt használja ki, ezt a szemléleti bázist használja ki, ahhoz, hogy felnőjön, és páratlan és utánozhatatlan komplexitású, minden emberi értékre vonatkozóan hatásos állítássort hozzon létre. Tehát az ötvöske elkezd építészettel játszani, és az első ilyen mellékes műve ez. De a legnagyobb műve ennek az ötvöskének az, hogy pályázatot hirdetnek kicsodák. Hát a firenzei posztós cég. Mire? Kicsi a kupolája ennek a nem csekély templomban. Itt a Batisztéról, meg az északi kapujáról az itt van. Beszéltünk eddig, itt a keresztelő kápol, és hát a firenzei főszékesegyek a Szűzmájának szentelt főtemplom. Tehát a posztósok céhe azt mondja, hogy kéne egy rendes kupolát csinálni, mert egy kicsi kupolája van csak, egy firenzei építést csinálta. Nem az ég nem jelenik meg a templom terébe. A kupola pedig különösen alkalmas, hogy egy ilyen vízszintesen áramló térenergia
egyszer csak megszakadjon valahol, és függőlegesbe váltson át. A kupola képes arra, hogy így a függőlegesbe csalogassa el az emberi képzeteket, fölfelé egy kicsikét. Vódika is képes volt erre természetesen. Na mindesetre pályázók sokasága jelentkezett, mindenféle elgondolások születtek arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehetne ezt az új kupolát eszméletlen pénzt dobtak fel erre a pályázatra. Egy nagyszerű amerikai kutató kiváló könyvet jelentetett meg 2 évvel ezelőtt, a Donald Rossnak hívják, magyarul is megjelent a firenzei dom építéséről és az építés történetéről, tehát aki odaadóban kutatni kívánja, vagy figyelni kíván rá, az ott elolvashatja. Nagyon részletes és regényes história, ami itt van. Természetesen én ebből nagyon keveset idézek csak fel. A lényeg az, hogy a sok pályázat közül a Filippo Brunelleschi volt az, aki nem akarta lepusztítani Dalmácia összes fenyőfáját az állványzat miatt, aki nem akart 15 000 szekérnyi termőföldet Firenze város közeléből behordani a templom közepére, hogy majd a dombról építsük meg a kupolát is. És bámulatos ötletek voltak, hogy hogyan is lehetne építeni egy kupolát. A Brunelleschinek kitalálta azt a bátran mondhatjuk, hogy modern elgondolást, hogy építse az épület önmagát. Az épület legyen egy olyan statikai rendszer, aminek minden pontja a későbbi pontok felépítése érdekében támadható. És nem kell kívülről meg támogatni, állványzatot csinálni, hanem az épület az tartsa meg magát, és ehhez neki tanulmányoznia kellett mindenképpen bizonyos mechanikai összefüggéseket. És ebben neki az antik bölcselet nagyon sokat segített, ugye a szirakuzai Archimédesz és a Protagorasz. Fölfedezi a körfeszültséget, fölfedezi azt, hogyha egy anyagból kört csinálunk és ezt lezárjuk, az nem tud kitörni. Avval nagyon sok mindent lehet csinálni, és a köröket fogyatkozó sugarú körben egymás fölé helyezünk, nagyon érdekes vászszerkezetet eredményezett. És adott egy tervet ez az ötvös, arra vonatkozom, hogy akkor ő megépítené. Kell valamennyi kis fa hozzá, meg szerszámon, de ő megépíteni ezt a 42 méter átmérőjű kupolát, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy bődületes méretű ez az egész, aki járt ott, az ön tudja talán idézni, hogy új szóval ember felettinek tűnik a dolog, és a kupola belülről, és hát itt van ugye a Giorgio Vasarinak megint egy olyan univerzála, mert az utolsó ítélet jelenet során itt, aki sétálgat, 5000 lépcső megtétele után sétálgat ezen a folyosón, itt egy karzaton, az nagyon közelről nézheti a pokol ördögeit, ami írdatlan furcsa rövidülésben vannak a feje fölött, de erről még majd beszélünk. A lényeg az, hogy így a kupola várra ő fölszerkesztett egy vázbencet, és onnan építgettek. De ez is nagyon érdekes történet, ha egyszer a jósorsuk lehetővé teszi, hogy Firenzébe fölmászhassanak, 10 euró a beugró, de föl lehet mászni oda egészen a kis toronyig, és akkor látni fogják, ha szerencséjük van, mert nincs mindig nyitva, hogy ezek a jámbor építőmesterek, a bodega, a Brunelleschi bodegája, úgy hívták az építőműhelyt, hogy bodega volt, ezek fölköltöztek, és mert hát nagyon magasban voltak, hát ilyen 120 méter magasban voltak, nem nagyon lehetett ott akkor még csigákkal, meg lépcsőkkel közlekedni. Fölmentek, aztán ott elidőztek, egy hétig. Asszonyok hozták az ennivalókat, azt fölhúzták még, de ők maguk nem nagyon közlekedtek, hanem a két kupola közé, ugye mert egy kettős, önmagát tartó kupola rendszer épült fel, a két kupola közé beköltöztek, és ott ilyen kis városi település formát hoztak létre. Rendesen vannak budik, ilyen pottyantos, WC, berendezték a hálószobák, fülükén, ahol ott aludtak és kipihenték magukat. Tehát olyan méretű volt ez a kettős kupola, amit itt látni fogják, hogy rendesen kupola rendszer, hogy itt nagyon, nagyon sok mindenre lehetőség volt. És a két kupola, két héj egymást nagyszerűen megtartotta. Tehát a modern építészeti szerkezetformákkal már ismeretségben vagyunk, tudjuk azt, hogy ilyen nagyon érdekes öntartó szerkezetek hoztak létre. Hát ez is egy ilyen szerkezet volt. Mi föl tavaly
ősszel föl tudtunk menni, és így a két kupola közötti térben így megy az ember, és nagyon érdekes, hogy soha nincs vége, mert soha nem hiszük azt, hogy fölérünk a tetejére. Amikor fölér az ember a tetejére, akkor viszont föltávol előtt az egész Firenzei medence. És az eszközök, amelyeket használtak, hát ilyen kezdetleges eszközök voltak, és végeredményben ez lett a kupola, egy kettős kupolarendszer, példaszerű az egész, és hát a kupola építés technológiáját illetően alapeset. Tehát minden mérnöki tudományban alapként idézik a Firenzei ötvös mesternek a leleményességét, aki hát fölépítette. A legnagyobb skandalom az volt, amikor hát jó, már mutatkozik a kupola, de senki nem merte a hozzájárulását adni ahhoz, hogy egy ilyen irdatlan méretű, fehér márványból készült kis edikula, egy kis építmény kerüljön a kupola tetejére, pedig statikai szempont, és ezt a Brunelleschi abszolút tudta, statikai szempontból szükség van rá, mert ott fönt nincs lezárva körbe egyedül a kupola, tehát oda kell egy nagy súly, ami azt a rugalmas szerkezetet, akármennyire is hihetetlen, az egész nagyon rugalmas szerkezet, és egy ilyen különösen veszélyes földrengés által veszélyeztetett környéken, mint ahol Firenze is van, semmi baja nincs a kupolának, mind a mai napig. Ezt a rugalmas szerkezetet lesúlyozta egy óriási méretű, hatalmas, tekintélyes súlyú kis épületecske. És hát a kalandozás legvégén, ugye a két fal közötti létrákon és lépcsőkön, amikor följött az ember, rengeteg ilyen különös, titokzatos járat van a kupolák között, akkor kinyílik a világ, és ott egy ilyen nagyon biztonságos kis várszerű épület van. Hát a Filippo Brunelleschinek a főműve volt ez. De hát a reneszánsz kezdete valójában tényleg az antikvitás felfedezésének a históriája. Beengedjük azt a ívrendszert, amit legutoljára a Teoderik Ravennai síremlékén láttunk, de akkor még gótikának neveztük. Most itt már egy ismétlődő, nagyon egyszerű, kiváló és elegáns, ha tetszik, megoldással felépíti 1417-től a firenzei árvaellátó intézetet, kórházat, és hát ebben tulajdonképpen a reneszánsz építészetnek az alapformáit teremti meg ugyancsak. A Filippo Brunelleschi aztán bevonja a társművészeteket is, és hát a kerámikusok mellett nagyon sok belső építéssel dolgozik együtt. És nagyon nagy hatású lesz, és divatossá válik, úgyhogy a firenzei ferenceseknek a főtemplomába, a Santa Croce-ba őt hívják meg, és hát egy ilyen elég furcsa politikai terhekkel bemaszapolt családtörténettel itt most találkozunk, a Pazzi családtörténet, Pazzi kontra Medici történettel. De a Pazziék tehetős emberek is a Santa Croce udvarában csinálnak egy kis emlékkápolnát. És ebben az emlékkápolnában a Brunelleschi egy ilyen, nem mondhatni azt, hogy intim a dolog, bár intimnek látszik, nagyon nagyvonalú és arisztokratikus megoldáshoz folyamodik. A Pazzi kápolna kupolája megint csak, és a belső tere. Hozzá kell tennünk, hogy Firenze kényezteti a művészeket, mert olyan anyagokkal, helyi természetes építőanyagokkal ajándékozza meg azt, aki faragni akar és építeni akar, hogy ez az megint páratlan. Van egy rendkívül konzisztens, sűrű, jól faragható homokkő változata, a Pietra Serena, egy szürke kő, és ezt a szürke követ megint nagy bátorság kell hozzá, teszik meg az építészeti tagozatok anyagává, és a tagozatok közötti felületeket szürkére, meg fehérre, olykor színesre, ilyen magenta színűre, meg bíbor és barnára festik. És ez a szürke és a fehér és az említett színek egészen páratlan harmóniát hoznak létre, még a Michelangelo is elbűvölve használja fel a Bibliotheca Laurenciánába, megint 100 év múlva Firenzében ezt a kombinációt a Pietra Serenához. Tehát a szürke kő, ez a szürke elege. Itt a Pazzi kápolna belsejében vagyunk csak, nagyon egyszerű, szigorú, tiszta,
abszolút olvasható, minden magyarázhatóvá tevő építészeti szerkezetről van szó. Az irracionalitásnak az árnyéka nem vetül ezekre a dolgokra. És hát a társművészek ott ólálkodnak a háttérben, a Robbia család behozza maga kerámiáit az épületekbe. És hát vannak nagyon egyszerű megoldások is. Amikor mondjuk egy kupola árnyékán és sziluettjéből bontakozik ki az épület maga, firenzei főtemploma, a Santo Spirito, aminek alapvetően lépték érdekessége van. Tehát olyan léptékben jelenik meg a parasztház, vagy a nagyon egyszerű kis együgyű épület, hogy fel is magasztosul ez a nagyon egyszerű forma ebben. És hát itt is a szürke kő. A San Lorenzo Firenzében a Medici család főtemploma természetesen Szent Lőrincről szól. Megint csak Brunelleschi, az ötvös mester műve, a szürke kövek, szigorú és egyszerűen megmunkált féloszlopok és tiszta, fehér, világos szerkezet. A legteljesen racionális tisztaság és a közepén a teremtővel kapcsolatos történetek. A hit történet és a hit bizonyítéka. Itt minden még biblikus keretek között zajlik, és az irodalmi alapanyag kivétel nélkül mind valahol a biblikus történetekkel kapcsolódik. Vannak itt nevek még, akiket emlegethetnénk, és honnan is okunk rá, hogy emlegessük, hát Michelozzo például Firenze egyik legnagyobb palota építője volt, találkozunk velük. De itt van például egy másik nagy építész, szobrász, festő, pedagógus, írt egy rakáskönyvet az életben fontos tennivalókról, és mellesleg hát az épületek maradtak meg, leginkább őket ismerjük, Leon Battista Albertinek hívták, és Mantovában van az egyik leghíresebb temploma, a Szent Andrea, amit csak azért mutatok be, mert nagyon érdekesen teszi érzékelhetővé, hogy a reneszánsz, tehát a Quattrocento korában, az 1400-as években kerülünk először érzéki kapcsolatba az antikvitással, és ha a Szent Andreát nézzük, akkor teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy a föld alól előkerült római diadalívek emléke vagy felismerése működteti ezt a portikuszt, ami a Szent Andreában van. Ha én nem mondanám, hogy hol van, akkor a közönség bátran asszociálhatna a Titus diadalívére, vagy a Diocletianusra, vagy akárkire az antikvitásból. Nagyon közel kerül az antikvitás a ekkori építészethez, és hát ha a körvonalakat nézzük, a kontúrokat nézzük, akkor egy pillanatra kétségünk nincs afelől, hogy a Malatesztáknak a Rimini nagy templomát, amikor az Alberti megépítik, akkor az agyában, az emlékeiben, a Selinuntei, vagy a Szegesztai, vagy az Aténi, vagy az Éginai dór templomok körvonalai vannak. Arányában, szerkezetében tökéletesen idéződik fel az antik építészetnek nagyon sok szerkezet. A belső tere persze már gazdagabb és reprezentatívabb és igazi reneszánsz díszítőket van. Vagy megjelennek ugye a luxus építészetnek azok az alkotásai Firenzében, amelyek, hogy elmúlnak a zivatalos történelmi idők, és vannak még városi gazdák és martalócok az utcán, tehát nem baj, hogyha nem jutnak be közvetlenül az ablakon vagy az ajtón, de azért mi már nézzünk ki a városra, és ha lehet a tető tájékán, a harmadik, negyedik szinten, legyen egy teraszunk, ahol virágok vannak, és ahonnan kinézhetünk mi Firenzére, és láthatjuk a tornyokat, és láthatjuk mindent, és elkezdenek épülni nagyszerű paloták. Az alsó részek többnyire karvastagságú vasrácsokkal borított ablakok, várak, de az első szint és második szint kinyílik, gazdag lesz, és nekünk ez nagyon ismerős világ, mert az európai historizmus építészetében, vagyis a 19. század harmadik harmadában, amikor nagyon sokféle európai, meg tengeren túli építőművészeti stílus összekeveredik, és ugye szokták is mondani, hogy eklektika, historizmus, szecesszió lesz a vége ennek, megjelenik Pesten is ez a firenzei palota típus.
és az Andrássy út, és a nagy körutak, a belső körutak és a külső körutak nem egy ilyen stílus nosztalgiát mutattak be a 19. század vége felé. Tehát talán emlékeznek, az Oktogonon van a központi házasságkötő terem. Az Oktogon és a Szent István körültek sarkán. És hát ez például erről épült. És ott még vannak ilyen nagy stilizált bronzkarikák is, amik hát eredeti formájukban alkalmasak voltak, hogy a lovakat kössük hozzá, de a központi házasságkötő terem ilyen zehe volt nagy forma. Hát rengeteg és jól ismert forma, talán egy ilyen kicsit extrém palota, a ferrarai, a gyémántok palotáját, a Venner és a kő megmunkálásának a jellegéből következik. És megjelenik például a gondolataik között az ideális város gondolata. Az emberi lét szempontjából legkitüntetettebb és legkonfliktusmentesebb összefüggések ábrázolása. És de tervek készülnek, hogy hogyan lehet komprimálni, hogyan lehet egy kis egységbe minden emberi élet szempontjából fontos funkciót egy város keretei között összehozni. És épül egy-két ilyen város, de nagyon sok ábrázolás van, és hát a következő alkalommal, amikor majd a Cinquecentót nézzük, vagyis hát a reneszánsz kibontakozását és elhalkulását és átalakulását, vagyis hát a nagymesterek, a Michelangelo és a Leon és a Raffaello korszakát nézzük meg, és a követőiket, akkor azt fogjuk látni, hogy rengeteg ábrázolás az ideális, harmonikus emberi viszonylatoknak a rendjében, kikutatott rendjében fog megvalósulni. Például egy ismeretlen mester művel darabokban fogom most jutogatni ezt, de hogy milyen tökéletesen idéződik fel egy olyan város, amiben szívesen elmegyünk, amiért elutazunk messzi földek, hogy ilyen városokban sétáljunk és kávézzunk egy ilyen kis piaczán, és van egy központi épület, ami rendezi a teret, és akkörül vannak mindenféle dolgok, föl fogják ismerni majd ezeket az ideális városi tereket a valóságban is, de a képzőművészet mindenképpen. Tehát boldogtalan lenne a Raffaello Santi, hogyha a Mária és József eljegyzését nem egy ilyen környezetben festené meg. Fognak vele találkozni. Az ideális városról, az emberi élet legharmonikusabb kereteiről sokat beszélnek, még olyan formában is, mint a belső építészet. Tehát egy belső építészeti megoldás, egy kis könyvtárszoba, és a falakon faberakással, az ideális városnak ilyen gyönyörű ábrái vannak. Én majd a következő alkalommal mutatok egy színházat, amely elképesztő módon használja ki és él vissza a lineáris perspektívattal lehetőségekkel, de nem lövöm le most ezt a dolgot, de mindenesetre fogunk még ebben az ideális város megoldással találkozni. Nagyszerű építészeti művek vannak, amikről kellene beszélni, minden itt nagyon fontos szerepet játszik, a perspektíva érzékeltetése, hogy a világnak kiterjedése van, a harmadik dimenzió, a tér, amelynek nem minden részletét ismeri. Tehát itt ez Velencében van egy legendás téren, a múlt alkalommal beszéltünk mi a San Giovanni e Paolo templomról, és majd előjön a Colleone is, mert hát lovaszobrokról is kell ma beszélnünk. Ott egy kórház épült, és ez egy kéttengelyes épület, itt az egy tengely és egy másik tengely, látják ahhoz képest rendezőnek szimmetrikusan a formát, de nem tűnik ez fel azonnal. Itt a bejáratnál, miközben stricikottan ilyen kis tinédzserek kemény focilabdával püfölik a falakat és rúgják egymást, ahogy csak lehet. Szóval ez is az életnek valamiféle nagyon érdekes és vonzó formája, hogy ilyen díszletek között fociznak az utca gyereket, de itt ugye a Rosellinónak, a Mauro Coducci-nak ilyen gyönyörű márványba faragott lineáris perspektíva ábrázolásai vannak.
Tehát egy kicsit az építészetről mivetett, egy híres épületnek a, mert a Richard Wagner itt halt meg ebben a házban, a Benjamin Kalergi palota, most éppen kaszinó van Velencében benne. Hát minden városról lehetne beszélni, óriási és gyönyörű építészetet idézhetünk fel ebből a századból, és úgy szóval tényleg mindenhova elmehetünk, és szól. De hát most mennénk vissza a festészethez, ahol hát ugye a Filippo, nem is a Fra Angelico szólt hozzánk utoljára, és visszatérnénk a Fra Angelicohoz, mert hát ugye a Gentile da Fabriano-nak a király imádását láttuk az előtt, és hát a gazdagságnak, megint megnézzük egy-két jelenetet, a jelenetét. Ketten csinálták, ugye már ismert Fra Angelico, aki firenzei mester, és a Fra Filippo Lippi, ő is egy pap festő, aki hát Isten dicséretét a művészet művelésével hajtja végre. És hát itt is egy királyok imádása jelenet, némiképpen más környezet, ez vidékiesebb és közönségesebb környezet, de nagyon részletgazdag ez is, és éppenséggel szabad figyelni, ahogyan például a kórháznak az ápoltjai világvasárnap, Krisztus bevonulása összekeveredik egy kicsit a Jézus tiszteletével, de van egy ilyen komplex jelleg ennek a dolognak, ünnepel a világ. És még a kórházi ápoltak is kijönnek, és a madarak repülnek, és ez is egy ilyen vision in motion, tehát mozgásban való látás, hogy milyen a fárcán, amikor zuhanó repülésben közelít, és ezt így megragadja egy ilyen pillanatfelvétel. Az élet, a valóság, a valóság működése izgatja őket, és a proszenció jönnek a távolba, nagyon-nagyon pici képek ezek, a páva, ami hát a romlatlanságnak a szimbóluma, és ugye a Szent Márk holttestét páva húsba csomagolták, mert részint romlatlan, részint mégiscsak megromlik, és mikor a húst az arabok szagolták, akkor nem kutakodtak tovább, és el tudták vinni Velencébe. De hát részletek, hogy az agrokultúra is meg van jelenítve, emberi típusok meg vannak jelenítve, mozdulatok, viták, mutogatások, hogy a kórházi ápoltak kijönnek és köszöntik a kis Jézust, és a királyok három dimenzióban árnyékolva, már napsüt, már nagyon sokféle pigmentet használunk el. Vagy itt van a Szent Antal megkísérti az aranyrők. Ugye hát a kísértésről, Szent Antal elég sok kísértésben beszél, és páratlan a művészettörténet, nagyon gazdagon beszél a Szent Antal megkísértéseiről minden korszakban is, és nagyon sok olyan formában. Hát itt is megjelenik azért a három dimenzió kis architektúrával, kicsi virágzó fákkal, növényekkel, még sok abstrakció van ebben a közelítésben, de megjelenik mindenképpen a realitás. Itt a Fra Angelico a Vatikánban, egy palotában tulajdonképpen nagyon korán, 1440-es években csinál egy freskó ciklust a Szent István, ugye a megkövezett Szent Istvánról van szó, és a Szent Lőrinc, akit meg hát rostélyon megsütötte, keresztény vértanúkról van szó, és hát ebben a Nikológini palotában van egy freskó ciklus, amit hát a Fra Angelico csinál. De itt már nem ezzel az építészeti környezettel találkozunk, 1436, 1447. 10 év, és 10 év alatt az építészet, a perspektíva felismerése, az emberi mozdulatok, beállítások, körüljárása, a figurának, gyönyörű gesztusok vannak, és anatómiailag hiteles beállítások. Lesz közelebbi kép is erről. Szent Lőrinc őrzi az egyház kincsei, kincstartó tulajdonképpen. De itt a katonák, ahogy egy ilyen kifordult, különös kontraposztóban van, teljesen hiteles ábrázolás. Az architektúra,
szerette. A nagy egész még apró kis hibáktól hemzseg, de a kicsi részletek egészen kivételesen, pontosan vannak megfogalmazva, gyönyörű rövidülésekkel, a harmadik dimenzió illuzionisztikus felidézésével. És hát ugye a jámborságnak, a könyörületességnek a képeit nagyon szépen látjuk. És a mindennapi élet is egyszer csak szépen, látunk erre már példákat, ugye nagyon sok közönséges és hétköznapi hősről és eseményről szóltunk, de nem olyan nagyon sokról. Megjelennek a mecénások nagy számban. Itt például a Piero della Francesca nevezetű mesternek, a Federico Montefeltre, aki az urbinói térségnek az ura, Brandenburgi Katalinó felesége, és az Uffiziben egymásra szemben vannak ezek a képek. És itt ugye a mi Frederico-nk, Montefeltre, aki hát megtehette volna, hogy a festőtől, akiben egyébként erre hajlan bőséggel volt, idealizáltan fesse meg az ő portréját. Egy kicsit szennek. Ő fiatal korában husánggal verekedett valami másik fiúval, és nagyon fejbe vágták, és betört az orrnyelge, és ő különösen büszke volt arra, hogy őt megviselte az élet, és ő a harcokban valamennyire helytállt, és a Piero della Francesca megfestette. Na most ez a Piero della Francesca kiváló festő, magabiztos, ha volt Cézanne-ja a 15. századnak, vagyis hát a Quattrocento korszakának, akkor biztos, hogy ő volt a Cézanne-ja, aki az elvonatkoztatásnak és a dolgok tömörítésének a mestere volt, észre fogják venni. És van Arezzóban egy kápolna, a San Francesco templom, ahol a Szent Kereszt legendáján festette meg, ami csontvállinkkal is valamelyes kapcsolatban lehetne, de erről most nem beszélek, majd eljön ennek is az ideje, biztosan a magányos szédus problematikája, ugyanis visszamegy az Arezzói San Francesco freskója. Arról van szó egészen egyszerűen, hogy mi történik a kereszttel azután, hogy Ádámot megteremti az Úr. Mert az Ádám kezében van egy cédrus mag, jönnek nemzedékek, ezer évek telnek el, fa lesz belőle, híd lesz belőle, minden lesz belőle, és aztán Krisztus keresztfája lesz belőle, aztán Krisztus keresztfája is bekerül van. És itt a Konstantinus csatájától kérdezik, nagyon sok minden esemény meg van örökítve ezen a képen, valóságos jó kronika, de ha az ember közelről nézi ezeket a képeket, akkor azt látja, hogy a megfogalmazásnak egy rendkívüli módon szigorú formáját találta meg. Tehát ő már túl van azon a fázisán a megismerésnek és a dolgok visszaadásának, hogy minden pici részletnek örüljön. Ő már annak örül, és azt szeretné elérni, ha a dolgokat összetartó értelem mutatkozna meg a felületen. Vagyis, hogy mire emlékeztetnek a formák, ősformákat keresni. Ha úgy tetszik, akkor az első absztrakt mester a Piero della Francesca, és hát nem mondok én különösen támadható dolgokat, a korszakának egyik legnagyszerűbb matematikusa volt. 10 évvel ezelőtt Firenzében a Medici könyvtárban volt egy nagy kiállítás, amely a Piero della Francesca matematikai műveit mutatta be, részint fordításokat, az antik geometria, matematika legnagyobb műveit ő fordítgatta, és számításokat végzett, és szerkesztett, és sok mindent csinált, tehát az absztrakció szempontjából elő volt készítve az észjárása erre a festés, hogy a képekről ma, tehát ugye Ádámtól kezdődik a história. Ádám, az öreg Ádám halála előtt is, és Éva és a családja körülötte, és hát természetesen az ég és a föld közötti közbenjáró története. Vagy hát itt van ugye a szent fa imádása, ugye a majdani Krisztus keresztfája, és női alakok, tehát a megmunkálásukat, a héja a szerkezetnek, annyira dekoratívan festészeti probléma, és nem a valóság visszaadásának a kísérlete, ami itt történik.
és a csorban jeleneteket. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy, a, hogy az Avatar figurái, ugye egy ilyen különös dekoratív film figurái is valamelyest innen származhatnak. A modellek talán úgy alakultak, hogy ebben a Francesco figurációja szerepet játszott. Egészen különös kombinációjú arcok, figurák vannak. Tökéletesen hideg és nem naturális jellegű megfogalmazások. Még egy ilyen Madonnában is. Piero della Francesca. Tehát itt vagyunk a 15. század harmadik harmadában már, és azt látjuk, hogy különös elágazások jelennek meg a képzőművészet világában. Vannak dekorátorok, vannak grafikus mesterek, és vannak bizony, akik az elvont formák felé vonzódnának. Itt van, átugrok egy pár dolgot, mert nem érdemes beszélni róla. Talán az Andrea del Castagnoról érdemes olyan szempontból, hogy a képzőművészet nagy teljesítményei egész egyszerűen a legköznapi funkcióba kerülnek. Vannak népünnepek, amelyeken kívánatosnak látszik díszes pajzsokat mutogatni, és vannak őrseregek, amelyek ezeket a pajzsokat megkapják. És kiváló festőmesterek ezeket a pajzsokat díszítik. A képzőművészetnek nagyon nagy jelentőség van, és nagy tiszteletben van. Emlékezetes történetek vannak arról, hogy mikor elkészül egy képzőművészeti alkotás, mondjuk egy templomban, akkor befejezik a munkát a város utcáinba, tehát ahol fölviszik majd a templomba, például Siena, oda teszik a Duccio Maestáját. És akkor leáll az élet, és kiteszik az ablakokra a legszebb szőnyegeket, és újonganak az emberek, és a prosenció megy fel a templom, és helyezik el az oltárra a festményt. Nagyon nagy becsben van. Az emberi teljesítő képességnek egy gyönyörű és tartalmas allegóriája a művészi alkotó munka. És ezt a köznapi emberek rendkívül módon megbecsülik. És hát itt egy pajzsra kerül például ez a fiatal Dávid figurája. Ez Firenze környékén, egyébként nem baj, hogyha itt most már elmondjuk, Firenze környékén nagyon fontos a Dávid figurája, mert Firenze a maga nagy politikai ábrándjaiban mellesleg ezeket az ábrándokat gyakorlatra tudta tenni. Firenzét olyannak próbálja bemutatni, és gátlás nélkül egyébként ezt le is írják, mint az Ótestamentum idők Jeruzsálemét. A mennyei Jeruzsálem létezik a biblikus világképben, a földön pedig Firenze. Mi vagyunk az, akit előkészítettek a proféták korában arra, hogy megvalósítsa Jeruzsálemet. És ha Jeruzsálem, akkor a szereplők tehát egy principe, egy herceg, vagy egy jelentős arisztokrata eljátszhat abban a gondolattal, hogy én akkor ebben a színdarabban talán lehetek Dávid, aki legyőzi a Góliátot, Firenze legyőzi a világot, a Góliátot, és valóban Firenze világpolitikai tényező a 15. század vége felé. Erre nincs időm kitérni, de hát ő egy szempillantás alatt utána tud az ember nézni, a teljesítő képességnek magyarázata van, és hát ma este még fogunk találkozni majd az Arnolfini házaspárral, aki hát egy firenzei banknak a képviselője az észak-európai Brüsszben, és ott dolgozik firenzei olaszként bankár, ugye Strozzi palota, itt látjuk is a Strozzi palotáját, az egy bankház volt. Európa legszebb kelmét, legidőtálló pénzét, legszebb üvegeit, szőnyegeit Firenzében állították elő. Dőlt a pénz Firenzébe, és Firenze ezt reprezentációra, önmaga erejének tartósítására, illetőleg fokozására használta fel. Tehát itt egy pillanatban látjuk egy pajzson, egy köznapi pajzson, ez egyébként világhírű mesternek, a Andrea Castagnónak a művét, aki hát ugye az utolsó vacsorájában nem túl jó minőségű felvételek, ezek nagyon megkopott képek is, de hát egy rendkívül erős, expresszív ábrázolási formát alakított ki. Itt vagyunk a 15. század harmadik harmadában, és már azt kell mondanunk, hogy szinte az izmusok nyelvét kell felidéznünk.
A művészi előadásban úgy tűnik, hogy a bizánci hagyománnyal szemben nagyon friss még ez az idő, de megjelenik a személyes alkotóképesség megbecsülését jelző egyéni előadásmód. Nem csinálták volna ezt az egyéni, talán olykor szélsőségesnek tekinthető előadás, hogyha ennek nem lett volna közönsége. Andrea del Castagno a híres embereknek Firenzében csinált egy nagy sorozatot, és hát itt szerepel ez a bizonyos ozorai Pippo, ez a Filippo di Stefano, ugye Filippo Scolarinak is hívták, aki hát Magyarországon élte le az életét, és magyar főnemessé vált, óriási területek gondnokává vált, és az Andrea del Castagno megfestült a híres emberek sorozatában, Pippo Spanónak is hívták, viszonylag fiatalon halt meg, és hát a képe az Uffiziben van, ez egy freskó, amit aztán vászonra fölkasíroztak, és mikor itt volt a Székművészeti Múzeumban 5-6 évvel ezelőtt egy reneszánsz firenzei kiállítás, akkor meg is jelent az ozorai Pippo, és a katalógusban benne is van. Aztán hát ugye a lovagok, bekerülnek a templomokba. Itt a Torrentino, egy ilyen hatalmas földrajzi terület ura, vagy egy angol zsoldos vezér, a Hawkwood Giovanni Acutónak hívták az olaszok, de a firenzei főtemplomban természetesen megkapja maga ábrázolását. És a köznapi élet eseményei, a harcok, a figurák, azok nagyon-nagyon érdekesen egy nagyobb számban jelennek meg. Tehát a privát élet, a nem szekularizált, illetve a szekulari, tehát a vallási életen kívüli területek is, és egyre több műalkotást követelnek, és a hőstetteket meg kell örökíteni. És ezt a képet is a Paolo Uccellónak a szán-romanói csatáját csak azért idézem fel, mert az absztrakció történetében, főleg a mi számunkra itt Pécsen, nagyon fontos adat, hiszen a Martin Ferencnek van egy virtikli absztrakt képe a szán-romanói csata, hogy Uccello emlékére foglalkozott a Martin Ferenc, az absztrakt festő a 20. század közepetáján, azzal a rendszínrendszerrel és térrendszerrel, ami tulajdonképpen egy ilyen egyáltalán nem naív képtípusban a Paolo Uccello megvalósított a szán-romanói csata. Tehát a csataképet most látjuk már közelről a sok szakrális jellegű megfogalmazás után, most így festői témaként jelennek meg öltözetek, páncélok, ruhák, a oda tartozó csatok és a bajvívásnak a mozdulat. Ez egy kicsi részlet csak, de ez is tele van gyönyörűséges apró részletet. A fehér virág, rózsák itt a labirintusban, ezek mind a természetnek, az emberi dolgoknak, a nagy politikai erőknek az együttes megjelenítését szolgálják. Kicsi részletek, ahol például a narancsfák tűnnek fel a háttérben. Lándzsák ezek, meg gyilkos fegyverek és egy címer, egy sisakforgó részlete, de a háttérben ott van a gyönyörűséges narancsligetnek a képe. És ha már olvasok, akkor ugye a nagy történetből idézünk fel részleteket. Hát Itáliában hogy a csodában ne lenne ismeretes a Marcus Aurelius szobra, mindenki ismeri, ott van a konzervátorok palotája mellett, a Michelangelo építette Róma kellős közepén. Vagy itt van a Quadriga, a velencei San Marco székesegyház homlokzatáról, egy antik kocsi, hát egy Quadriga, egy igazi római hadi kocsinak a lovairól van szó, vagy a Leonardo da Vinci-nek a Székművészeti Múzeumban lévő ágaskodó lova. A lovakkal sokat foglalkoznak, és nem véletlen, hogy aki politikai szempontból valamit tett, és megbecsülésre méltó, az lovaszobrot kap majd magának. Így hát a zsoldos vezérek nagyon szép számban kerülnek a lovak hátára, így a legnagyobb mesterektől, ugye a 15. század közepetáján, Donatellótól, Pádovában megjelenik a Gattamelláta, egy kiváló
hadvezér, sok földet szerzett Pádovának, Velencétől, de Velence aztán visszavette a Gatta Melláta őstettei nyomán, a Colleoni visszaszerzi, ezek így kombattáltak egymással, sok csatájuk volt, mindenki kapott lovaszolót. És hát ez a Donatello csinálja meg a Dávidját, ugye megint firenzei szobrász, boldogtalan lenne természetesen Firenze, ha ez a fiatal mester se Dávid szoborral kezdeni a pályáját, de ez a Dávid már megint egy új típusú Dávid. Ez sokkal inkább egy antik szobor, mint amennyire egy középkori ábrázolás. Valóságos, elszánt, erős fiatalember. Aztán egy kicsit később Verrocchio mester a fiatal Dávidnak megcsinálja a szobrát a Góliát fejével. A Donatellónak egy 1430-as Dávidját látjuk, mint Firenze védőszentje. Firenze Dávid városa. Az új Jeruzsálem, az új földi mennyország fővárosában a politikai vezér, Machiavelli, ugye a programadó, mester, a Dávid figurájában, fiatal és bátor és minden helyzetben vakmerően döntőképes ember mintája, az igazi vállalkozó, a self-made man, ahogy ezt így később aztán a közgazdaságban mondják. A kollégáimról beszéltem már a múlt alkalommal, mert ugye itt egy nagyon érdekes csapdába került ez a derék hadvezér, aki hát tömte a zsebét, mert zsoldos vezér volt, de végülis nem a Szent Márk székesegyház elé került a szobra, hanem a Szent Giovanni és Paolo templom elé. Ezt a teret az előbb láttuk már, hát ott van a Colleoni szobra. És kihagyok egy csomó mindent, mert így apróbb is résztörténeteket kellene mesélnem, de főmestereknél azért még megállhatok. Bírják még? Hihetetlenül lassan tudok csak előre menni. Nem szeretik csak címeket mondani, és ezért aztán néha az az érzésem, hogy szóval nem szabad ezt csinálni magukkal. De ha bírják, akkor szívesen. De hát akkor a század közepéről keresünk most egy nem feltétlen firenzei mestert. Az Andrea Mantegnát, inkább Mantovához kötődik, ő a Gonzágákhoz. Kellettek a pártfogók mindig a Gonzágákhoz vonatkozik. De kettő darab Szent Sebestyént ismerünk. Az egyik Bécsben van, itt a szomszédban, a másik a Louvre-ban van, az 1450-es évekből, tehát a század közepéről. És amit itt találunk, az megint egy hatalmas lelemény. Ez az Andrea Mantegna bebizonyítja a mi számunkra, hogy az itáliai reneszánszot minden más civilizációval szemben azt tesz igazán gazdaggá, hogy neki ott van a talpa alatt az antik világnak minden gyönyörűsége. Múltkor emlegettem ezt a bizonyos első ásonyomot. Itáliában lenyomja az ember az ásonyomot a föld, kifordul belőle valami, ami az antikításból való. Hát a Mantegna erről szól. Szent Sebestyén lába, ott van alatta valakinek a lába. Laokoon, kicsoda lehet-e? Ugye a Laokoon történet azért érdekes, mert ugye az egy háromszerzős, hellenisztikus ábrázolás, a Laokoon szoborcsoport a Vatikáni Múzeumban van most, de azt valójában a Raffaello Santi találta meg, aki a Vatikánnak majd 100 évvel később műemléki felügyelője lesz. És akkor megy a Michelangelohoz, aki festi a Sixtus kápolnát, éppen hanyat fekszik ott az állványon, az 1508 van, és dolgozik, és maszatos, és nem jár WC-re, és ott utálatos állapotban. És így kiabál neki, hogy mester, mindent olvastál, te tudod a Laokoon történetét is, és ő mondja is a Michelangelo, hogy persze, hát erről valaki csináltak római márványmásolatokat, és valahol itt volt a Campidoglio környékén, egy palotában, hát lehet, hogy ennek egy darabja? És akkor már nézzük meg, és mégis a Michelangelo mondta, hogy keressék csak, mert ott kell két fiúnak is lenni, Szakállas bácsinak, mint így jó daraboknak. És akkor összehozta a lábuk. Tehát ez egy kis kitérő volt. A Mantegna azt mondja, hogy hát mi a csodának nem festek én a pálmák mellé, meg a narancsok mellé, meg a kulizó emberek mellé, meg a martalócok, rémisztő pofák mellé egy kis antikvitást, és gyönyörködik az antikvitás, és ezek a díszlécek,
az oszlopok, a valamikori palotáknak az ívei, a faragott apróságok fantasztikus kulisszát képeznek a keresztény mártír története mögé. El se tűnik nekünk, hogy ez a Szentsebestyén Alga mártíriumát milyen környezetben hajtottak. Valószínűleg nem ilyen környezetben. Semmi köze nem volt a Szentsebestyénhez. De a dicsőség és az elmúlás kettős kapcsolata egészen új kontextus teremtett. Nincs szerepe az elmúlásnak. Nincs szerepe semmi. Az emberi kultúra által létrehozott dolgok örök létezést biztosítanak minden. És a másik Szentsebestyén is ilyen. És itt egy kicsit még az angyalvárat és a körvonal megjelen, még akkor nincs is angyalvár egyébként. De hát egy csomó ilyen antik emlék jön elő, és vastag, erős, ég és gyönyörű, igazi tejszínhabból készült felhők vannak. Minden materiális értelemben annyira meggyőző és hát ilyen meggyőzően sűrű és sokalakos és rengeteg gesztust tartalmazó festményeket csinál. Ugye ez a Szent Zénó politikon, Verunában, a Szent Zénó templomban van, egy ilyen Mária a trónuson, nagyon fontos alaptípus lesz. Egyenként és külön-külön is abszolút élvezetes, kicsi részletek vannak, itt mondjuk a keresztrefeszítés részlete, kinagyítva látod, de ez egyébként egy pici kis részlet a nagy képnek, a nagy politikonak, hogy milyen igényességgel, milyen különös, érdekes, változatos arcberendezésekkel, beállításokkal, lovakkal, figurákkal, viskuráló emberekkel, gonosztemükkel, a kereszten, változatos, variábilis, hosszú időn keresztül nézheti az ember, és a világát megismeri, és igazolja, hogy igen, én ebben a világban élek, és itt van velem a Krisztus alakja és a története, és a figurák is olyanok, mint mi vagyunk, ugyanazt a viseletet csinálják, kicsi stilizáltan, de itt van a természetes agrokultúra, a narancsfák, a sziklák, a suvadások, az együgyű, rossz arcú pásztorok köszöntik a kis Jézuskát, és ez a végtelen, tiszta, nagy távlat. A távlat megjelenik, a harmadik dimenzió. És nem mondjuk azt még, hogy ez illúzió, ami a semmibe vezet, vagy irracionális, és mindenki be van csapva, hanem itt felfedezésként éljük meg ebben a pillanatban azt, hogy az ember képességet talál magában arra, hogy a valóságot ilyen differenciáltan, ilyen részletgazdagon és mélységeiben megragadja. És hát az imakertben, ugye ez a gecsemáni történet, a megfeszítés előtti história, Krisztus imádkozik, hát maga ugye a Szentváros is egy kicsit átalakul, ez nem feltétlenül a palesztin szituáció, ez egy más város, ez egy dicsőséges, szép, itáliai fellegváros város. És hát itt alszanak a jámbor apostolok, mindenféle pózban, rövidüléssel, igen, jó kis anatómiai tanulmányok, ezek biztos imádkozik, az angyalok hallgatják. A természet olyan, amilyen, de most egy kicsit közelebb megyünk, és akkor látni fogják, hogy itt hátul el van játszva már a történet, mert Júdás itt vezeti a katonákat, de hát ugye ezek a részletek visszamennek az egészet, itt van a história, elegészül jelentőség, de mégis van jelentőség az egészet. Gondosan megmunkálva, és itt is jönnek a kapun az emberek, áramlanak, tele van emberrel, érdeklődéssel ez a világ, erőd van. Hatalmas, megerősített város, olyan, mint a San Gimignano, sok toronyai, igazi itáliai város. És nagy igénye megfestetni, csak az út szélén kis nyulacskák beszélgetnek egymással, ők is megvitatják ezt a történetet. Nagy időnk jönnek, mondják egymásnak a kis nyulak, és nem személyesítik a természet elsője. Egy kicsit felcsillan a felső fogsora is ennek a hanyatfekve, ott parákoló apostolnak. Aztán a Mantegna, ugye említettem, hogy Mantovában ő erősen függ a Gonzágától, és hát egy nagy festvényt, ahol még a Viamus Panoniusunk is átszaladt Mantovába, megjelenik egy pillanatra. Ez a
a Kamerdai Spózi, az egyik Gonzaga gyereknek az esküvőjéről van szó, és az esküvőre kifestették a tiszta szobát. És hát itt az André Mantegna ezt vállalta, és hát itt a nagy reprezentáció itt van a Janus Panonius is egyébként. Állítólagosan. De látjuk ezt közelről. És hát nagyon érdekes kísérletekbe kezd az André Mantegna a mennyezet közepére. Ez aztán már virtikli illuzionizmus, a barokk majd térdi tocsog ebben a megjelenített különös táborcsalásra. De hát itt ebben a pillanatban még az alulnézeti perspektíva az egy trovály, az egy biztos, hogy nagyon-nagyon érdekes. A festő meg tudta jeleníteni azt a látványt, ami mi a kút aljából nézünk ki felé. Ez egy érdekes rövidülés. Akkor még nincs repülés, meg nincs sok emeletes ház, még nincs liftezés, meg lenézünk, fölnézünk meg. Tehát ez egy kivételes perspektívája az embernek. És megcsinálja a Mantegna sok szép dekoratív figura, csak itt a fő két erős, nagy sasorú, jellemes mantovai, gazfickó, arisztokratár, bűnöző, méregkeverő, itt keveredett a családban, ugye a család, a keresztapa után minden megtaláljuk a gyökerét. Tehát ez is egy ilyen család. És hát élete végén ugye az ő anatómiai érdeklődésének megfelelően természetesen jutott el az erős és tiszta, egyértelmű rövidülés helyzet megvalósítása. Két változatban is megfestette a Krisztus síratását. Egy Milánóban van, a Brérában, és egy pedig Madridban, a Prádóban van ebből. Tehát ezek már a valóságos és tényleg az élet reneszánszot előkészítő megoldások voltak. Aztán van egy nagyon érdekes átmeneti alakja a 15. századnak Itáliában. Északon dolgozik ugyanis a Dijoni herceg udvarában a Hubert és a Jan van Eyck. Fogunk velük talán nem nagyon, de egy picit találkozunk majd velük, és az ő műhelyükben dolgozik a messinai származású szicíliai olasz fiú, az Antonello della Messina. Őróla van szó, akinek hát itt egy oltárképét látjuk. Az oltárkép maga nem eredeti, olyan szemben tematikusan nem eredeti, mert a sóbora, a Giovanni Bellini, a velencei kimunkál egy nagyon érdekes Madonna trónon típus, ez köznapi asszonyt jelent. Itt a Giovanni Bellini, a Frári templom, ugye a velencei ferenceseknek a főtemplomában van ez a Madonna kép. Talán ilyen egyszerű parasztnőket, akinek a kezében egyszerű paraszt gyerekeket tesz. Semmiféle absztrakció, semmiféle felkent és különös rajongás nem övezi ezeket az alakokat. Közönséges, kicsi emberek, közülünk való emberek. Mária, közülünk való, és itt rengeteg közülünk való fiúval és lányjal fogunk találkozni. Az Antonello della Messina. Férfi önmaszképe, egészség szerint az önmaszképe. Ugye 1475-ben született meg, Londonban van ez a kép. És nézzük a Jan van Eycknek, aki föndolgozik Brüsszben, Gentben, tehát az északi Európában, a Dijoni herceg szolgálatában, mellesleg sanyarú körülmények között, egyébként a Hubert és a Jan van Eyck, akinek a főműve a bárány imádása, tehát ez már az 1500-as évek a genti Szent Bávó templomban van, tehát aki Belgiumban járott a tengerparton, meg tudja nézni ezeket. És a tevékenységük egyébként az volt, hogy tortákat terveztek, meg halotti felvonulásokhoz csináltak a lovaknak a szerszám díszítését, és ilyen terveket, látványtervezők voltak, és néha jutott egy zaftos templomfestési, vagy távolképfestési feladat, ez is mondjuk a művészet szociológiájához hozzátartozik, de az Antonello della Messina náluk dolgozott, és ők voltak azok, akik az olajfestés technológiáját kimunkálták. És utazik a Messina a sógorához, velencei festőkhöz, a Bellini családhoz közel áll,
tehát benősült a Bellini családba, és elhozza Itáliába az olajfestés technológiáját, és hát az Arnolfini házaspár, a Jan van Eyck-nek a képe, ez az a bizonyos firenzei bankár, aki a feleség gyermekágyas halála után megfesteti a két festővel, a Hubert és a Jan van Eyck-el ezt a képet, és a már nem élő fiatalasszony itt a babáját várva Arnolfinivel, a firenzei bankárral, aki hát a Strozzinak egy genti filiáját vezeti, bankár, bankügyekkel foglalkozik, hitelekkel, egyedekkel, festi az interiőrét, gyönyörű olajfestés, az olajfesték, nem akarnám itt most ezt így részletezni, de az árnyalatoknak, a fényességnek, a szaturációnak, az erőnek a megjelenítésében sokkal többre képes, mint a hagyományos tempera, a tojástempera megoldások, amiket, vagy a freskó megoldásai, amiket hát eddig láttuk. Az Antonello Della Messina leviszi Itáliába, itt még Jan van Eyck képe is, és az Antonello Della Messina képe, amit nem tudtunk megnézni. Taj, össze voltunk Szicíliában, Palermóban, az ott van, de csak a plakátját láttuk meg. Amerikában volt, hogy hol volt, ugye? Persze, megint a köznapi Madonna. És hát akkor a köznapi emberek beépülése a szakrális művészet történetébe. Ez egy ilyen picike kis képecske, nagy nagyításban látják. Velencében van a már említett Szent János és Pál templomban, ami előtt a Colleoni lovasszobra áll, a Verocchinak a szobra. A kép tetején, keretben van egy angyali üdvözlet részlet. A kép maga Krisztus életéről szól, de a keretben fantasztikus pici jelenetek vannak, és ott rejtőzik ez a figura, ilyen picike. Most hát nézzék meg, hogyha megint nem írnánk oda, hogy mikor, meg ki, meg hogy, akkor itt mi játszadozzánk a gondolattól, hogy ahol ezt a bíbort és kéket a sárgával, zöldel összekeverik, az a szecesszió, mert játszunk itt egymással. De olyan megoldások vannak ebben a festményben, ami félhetősebb és előremutatóak is. És hát ez is a Giovanni Bellininek a munkássága, a velencei, ahova beházasodott az olajfestészet a Antonello Della Messina jóvoltából, és hát elkezd olajjal dolgozni a Bellini, és az egyszerű emberek, az egyszerű élet közege, az egyszerű olajfestés technológiája szempillantás alatt egy varázslatos, különös, nagy erejű festészetet hoz létre, amelyet aztán a fiatal, akkor még sinedel mesterek odaadóan figyelnek. És hát ebből a festészetből robban majd elő a Raffaello Santi, meg a 16. század néhány nagyon nagy mester, akikkel majd a következő alkalommal fogunk foglalkozni. És hát így az anatómiai, meg egyéb természetmegfigyelési dolgok miatt még emlékezetesen gondolom a Luca Signorelli-nek a munkásságát, és hát különösen azért, mert 1499-ben a Michelangelo megcsinálja már a Szent Péter templomban lévő első piétáját. Az 1499, és fogunk majd találkozni vele, mert ebben az esztendőben a fiatal Michelangelo egy parádés művet mutat be, káprázatos a dolog, és mindjárt Róma főtemplomába kerül ez a munka, nem véletlenül, de még Sinedel így szólván a Michelangelo. De ebben a képben már ott összpontosul az a nagyon-nagyon mély drámai koncepció, ami majd a késői Michelangelo Sixtus Cápolna utolsó ítéletében látható. Fogunk ezzel a következő alkalommal foglalkozni, ugyanis a Sixtus Cápolna mennyezet része az 1508 és 11 között jött létre, és utána eltelik 30 esztendő, amíg a szentélybe, illetőleg az oltár fölötti felületre is beengedik. Ott nagyon sok ilyen mindenféle összeesküvés volt, nem nagyon engedték volna Michelangelo dolga, de végig sikerült az egész dolog. De hát a Luca Signorelli előjátsz, az Orvieto dombban vannak ezek a képek, ugye az utolsó ítélet, és a földtámadás, bocsánat, és jönnek elő a földből a figurák.
Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a fantázia eredetiségét és változatosságát illetően a zombi megoldások itt elő vannak játszva már a 15. században. Tehát kinyílik a temető. Eljátszázunk. A csontvázak szépen kitámaszkodnak a földre, fölveszik az izmot, a húst, az inakat, és itt vannak, és dicsérik a feltámadás trombita szólóját. Itt már ezek a feltámadt emberek. Ezek 30 év, 40 év, és bekerülnek a Nagy Michelangelo kicsit szkeptikusan megfogalmazott példatárába. Akárhozottak, hát azoknak meg. Most csak így a Bellinivel, kicsit az olajfestészettel barátkozunk, és hát a végén a címadó mester, a Sandro Botticelli, aki hát megjeleníti Firenzének a géniuszát olyan szempontból, hogy a grafikus ábrázolás, a dizájn, erről beszéltünk egyszer már itt a Grosza Anna kiállítás kapcsán, valahogy előkerül, ebben a teremben egyszer nem is régen beszéltünk valahogy, hogy Firenze a gondolkodás, az elvonatkoztatás és formaalakítás szempontjából rendkívül erős leleményt mutat, és pedig a rajzolás javára, a rajzolás, a dizájnja, úgy hívták, mindennek az alapja. A rajzi vonal az képes összefoglalni mindent, ami karakter, ami térbeli mélység, ami lépték, ami távlat, kiterjedés, a jó vonal. Hát mindenki gondoljon egy karikatúrára. Egy jó karikatúra valójában teljesen pontosan fel tud idézni valóságosan létező szituációt, karakterjegyeket és mozgásokat és sok minden. És a vonalban minden benne van. És Firenzében óriási kultusza van ennek a vonalnak. A vonal, a dizájnja mindennek az alapja. A rajzban van rögzítve minden a művészi alkotás szempontjából nélkülözhetetlen karakterjegy. Aki a rajzban erős, jó, az jó a térábrázolásban, az jó mindenben. És a Botticelli ennek a körnek az egyik fő alapja, akinek a műveit a rajzi megoldások tökéletessége teszik kiemelt jelentőségűvé. Szemben, mondjuk meg akkor van értelme ennek az egész dolognak, hogyha szemben találunk egy másik pontot, ami mondjuk ugyanezekkel a célokkal, de egy más festői eszköz tüntet ki a figyelmével. És ez meg a szín. És Velence pedig a szín és a foltot, a világ foltokban való megjelenését és tanulódását tekinti elsődlegesnek. És Velence atmoszférája egyébként más, mint Firenze atmoszférája. Ott egyszer nagyon hideg és száraz a levegő, látszanak az Alpok hegyei, és minden hihetetlenül pontos, és mintha mikroszkóp alatt néznénk, olyan exakt a világ. Ha meg a tenger felől fúj a szél, akkor egy opálos, különös párával telített hangulatai vannak Velencének, és nagyon puha lesz a világ. És ezen a párával teli atmoszférán keresztül látott dolgok, azok óhatatlanul nem vonalszerűen jelennek meg, hanem foltszerűen. És Velence a színt és a foltot tekinti principiumnak. Firenze a vonalat és a vonal kultúráját illetően Botticelli mindenképpen főmester. És hát fel kell idézzünk most a történetben azt a részletet, amikor bár nagyon sok szakrális, a keresztény történetben, biblikus történetekben gyökerező programmal találkoztunk itt a beszélgetésünk során, de hát ez nem az. Az antikvitással való találkozásnak van felazító hatása is. Megjelenik a politeista antik világ nagyon sokféle allegóriája, a természetet megszemélyesítő, különös mentők együttműködése, a szelek, a világok, a tavasz, a termékenység figurái, ezek mind a pogány bölcseletnek apró kis részletei belekerülnek a keresztény történetek réseibe. Ezek a nagyon különös, de az ésszel és érzékekkel rendelkező ember számára elfogadható érvek,
a valóság minden létéből. És hát a tavasz így köszönt ránk 1477-ben, és egy kicsit későbben egy hasonlóan szimbolikus jelentőségű, de nem keresztény program alapján előállított festmény, a Vénusz születése, ami hát 1885-ben születik, ahol megint csak az antikvitás ugye mindent valamiféle teremtő istennel, istenséggel behelyettesítő gondolkodás mondja látszik. A bóriászok fújnak, és a tengernek is istene, és nymfája, és minden van. Minden esetre az évszakot, a hangulatot, a levegő hőmérsékletét és páratartalmát ez a festmény egészen pontosan közvetíti. Erre a képre nem lehet azt mondani, hogy ez nem a tavasz. Születik a szerelem, születnek a növények, a bimbók, virágokat hoz a szél, friss a víz, de nem veszélyes, hullámok vannak, és Vénusz kajdóból kiemelkedik ez a gyönyörű nő, aki hát egyébként közismert volt akkor Firenzében, hogy Sandro Botticellinek a kedvese. És hát a Botticelli is bekerül a Sixtus Kápolna alsó sorába, hogy a nagy Michelangelo festmények alá, ott elég sok mester, és itt megjelenik azért a Vénusz alakja, a mindennapi élet kis figurája, de minden grafikusan van ábrázolva, minden gyönyörűen vonalakkal van először megcsinálva, belekaparva a kis malterba, és aztán kitölti színekkel a freskónak, aztán persze tulajdonsága az is, hogy a nedves mész és homok és egy olyan érdekes opálos filmet képez, akármennyire is szeretnék elkerülni, hogy lejutatni a felületről a felületen. És a freskó azért ilyen tompákká válik. Hát ez azért nem tompa ez a kép. És hát átkerül szépen lassan a 16. századba, ahol az antikvitás eszményei tökéletesen és mindent kitöltően élni kezdenek. Michelangelo Buonarroti fiatal korának első emlékezetes szobrait megcsinálja erről, ezekről még lesz majd szó, gyertyatartókat és feszületet. Ez ma is látható a firenzei Michelangelo Múzeumban, aminek hosszú időn keresztül magyar igazgatója volt. És hát itt van, és legyen ez az utolsó képünk, ami még a 15. század utolsó évét jelenti, 1799-ben egy korszakalkotó Pieta született, mert hiszen valamennyien érzékeljük, hogy az anya és a fia közötti életkor különbség az nem létezik. Két fiatal ember, megrendül gyászoló lány és fiú. A szakrális és a köznapi élet olyan példás és eddig soha sehol, semmilyen formában meg nem fogalmazott egybeesése, amihez hasonló, talán csak tényleg a klasszikus antikvitásban volt egy Didoszi Afroditében, ahol ha az egyik irányból nézzük a gyönyörű Vénusz dombját a hátsó fertájának, akkor azt mondjuk, hogy hát ez tényleg az istennő, ha meg egy másik irányból nézzük és a kebleit figyeljük, akkor meg azt mondjuk, hogy fú, hát ez a szomszéd a fiatal lány, aki de jó lenne. És ott is tehát nem beszélek én erről többet. Köszönöm szépen a figyelmet.